Na sziasztok srácok, én Pisti vagyok, és üdvözlök mindenkit a Vice City Stories végigjátszásomban, ami egyébként a csatornán már a második, közben azért figyelem a bejátszás is, tehát a csatornán ez a második végigjátszás belőle, és azért gondoltam arra, hogy végigviszem még egyszer, mert az első végigjátszás az PlayStation 2-n volt, emulátorra, és az egy picit ilyen mosott, meg életlen, meg ilyen picit csúnyácska a kép, viszont most PSP emulátorral fogom játszani, ugye PSP-n. És itt látjátok, hogy azért viszonylag eléggé tűéles a kép, tehát nem homályos, meg nem pixeles, csak amennyire kell. És úgy voltam vele, hogy akkor így végig viszem, meg eleve tervben volt a Liberty City Stories is, és akkor már azt is így fogom végigjátszani. Na, viszont van feliratunk. Igen, és egyébként PS2-n ráadásul a feliratok meg ezek a radarok meg minden egyébként ilyen kicsit bugosak voltak, tehát ilyen keretet kaptak. Meg egy-két helyen a célkereszt is, és az úgy nagyon csúnya volt. Úgy néz ki, hogy itt már nem. Gyors előjáróba. Viktor Vance a főszereplő, most már tudom. Viktor Vance a főszereplő, egy katona, és mivel GTA-ról van szó, ez nem sokáig fog így maradni, de nem lövöm le a point, hogy miért. Tehát ki fog lépni a katonaságról, de az okokat nem mondom el, hogy miért. Azt szerintem most az első részben ki is fog derülni. És akkor innentől kezdve, mivel játszottam a játékot, és tudom, nagyjából meg emlékszem rá, hogy mikor mi történik, megpróbálok spoilermentesen játszani, tehát mintha most játsznék vele először. Na. Most már figyeljünk oda, mert így nem fogjuk érteni. Jó, azért itt sem tökéletes a felirat. No trouble, and there's plenty of money to be made, nice and easy. Listen, I don't think this is for me. So if there's nothing else... Hey, relax, huh? Come on, Vic. I need a favor. No risk. So why do you need me if there's no risk? Because I gotta take registration. Besides, you're not on duty for a couple of days. Listen, you take my bike, you go over to the airport, and you pick up a package for me, huh? Okay, just this one favor, and that's it. Good. Nem normális ez a csávó. Listen, if plans change, I'll let you know. What's this? It's a pager, tough guy. Welcome to the 80s, Vic. Tehát ez is a 80-as években játszódik. Tehát Martinez megkért minket, hogy hozzunk el a reptérről egy csomagot, de Viktornak nem tetszik az ötlet, vajon miért. De Martinez megígérte, hogy semmi rizikó nincsen a dologban, úgyhogy nyugodtan menjünk oda a motorjával, hozzuk el neki a csomagot. És ez az első és utolsó szívesség, amit kért tőlünk, ami ugye nem igaz, meg az egész nem igaz. Viszont én annak idején itt elmentem balra, de motorozzunk már egy picikét. Tehát... Wow! Tehát akkor jöjjünk itt az alagútban, és itt megyünk el balra. És így a parkon, meg a parkolókon keresztül... Ja, parkon keresztül így szépen eljövünk ide. De fura GTA-t kontrollerre játszani, azt a rohadt életbe. Sose fogom megszokni. Army boy. Igen, Jerry. Sergeant Martinez. Igen. Come with me, soldier. I've got something for your boss. Na jó van. Elmegyek veled, de aztán nagy baj legyen. Life's been good to you. Come on, let's take a ride. Pixel lady. Here's Jerry's stuff. Tell him my cut goes up next time. Vice City's getting too peligroso for us freelancers. És ugye a hajónak nem volt hangja, csak ezeknek. We've got company. Grab that gun and take them out. És már lőni kell.
Ja? Bejátszik. Hiszi lelőtték szegény csajnak a fejét, meg felrobban a hajó. Ja igen, ebben a részben már lehetett úszni, tényleg. De ki ne lőjetek már rögtön így a legelső küldetésben, most komolyan. Tehát már ilyen negyed HP-n vagyok. Jó, menjek vissza a katonosságra. Ja, meg itt a csipogó Martineztől. Igen, Martineztől jött az üzenet ugye a csipogóra, hogy a cuccot rejtsük el a barakkunkban. Tehát a miénkben, nem az övében. Egyébként cucc. És itt a barakkunk. Meg ott a élet, az kell. Hát, előbb beviszem a motyót. Tehát ezt elmondja minden játékban, minden GTA-ban elmondja, hogy itt a ház, itt a mentés, eltelik 6 óra, stb. Stb. Ez az összes részben így volt. Hé, lesz pisztolyunk. Akkor kérem. Na most én még a játékot nem mentem el. Ú, de fura az irányítás, azt a rohadt életbe. Így, azt felveszem szépen. Full HP. És akkor visszamegyünk Martineshez a következő küldetésért. Viszont én lehet, hogy szemét leszek, és... Hát arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha szereznék még fegyvert, csak az katonákat kéne ölnöm. I'm in the army, amigo. Now the rest of you run away. Egy fegyver, még egy fegyver. Meg egy harmadik is. Hát, jobb, mint a pisztoly, basszus. Ja, és tényleg, itt már lehet sprintelni így a kétkezes fegyverekkel is. Tehát így a sima Vice City-ben nem lehetett. Na jó. Cleaning house. Még jól szereztem akkor fegyvert. Erre a küldetésre emlékszem. Igen, drog volt benne. Besides, who are you gonna get in trouble with? I'm your superior officer, and you told me you needed the money. Hát, ja. Pénzre mindenkinek szüksége van. Szükséged van a pénzre, de nem kedveled a drogokat. Hát basszus, máshogy is lehet pénzt szerezni. I don't know, Sergeant. This is getting heavy. You'll make a whole pile of cash for nothing. Buy that sick brother of yours a whole lot of candy. What do I have to do? Hú, mekkorát szippantott. Nothing. Just go and pick up the money from him. He's down over by the docks. Hey, Vic. Ez egy nem normális ez az ember. Komolyan mondom. Hát... kell még fegyver. Phil! Tényleg! Kösz a fegyvert. És így elkezdenek lőni. De miért? Ne lőjetek már rám, légy szíves. És hol a motor? Tehát így kettes csillagot kaptam rögtön. Csak azért, mert fegyvert akartam szerezni. Hú! Huha! Huha! Ez így baj. Lehet, hogy ezt így nem kellett volna. És már kilőtték az autónak a kerekét. Szállj már be! You know who you're messing with!
Nem tudom, mivel kell kikapcsolni a szirénát, basszus. De tényleg mivel kapcsolom ki? Ez a kamera. Jaj! Jaj, úristen, össze-vissza nyomdosok mindent. Úristen, ez bocsánat, srácok. Szállj már ki! Úristen, mi történik itt? Csak azért, mert fegyvert akartam szerezni. Menj már! Oké. Nincsen semmi baj. Csak bejöttem a Zsák utcába. Három csita, akarodjál már innen? Hát nem igaz, hogy nem hagytok békén. Le kéne őket rázni valahol, de nagyon gyorsan. Bocs. Itt van valahol egy autófényező. Várja, itt eleve van egy csillag lent. Ugye? Nem, élet van lent. Az is jó. És ha átmegyek, nem veszi fel, ki kell szállni az autóból. Vedd fel. Ez kell. Így izgalmas küldetést csinálni, hogyha 500 ezeren üldöznek. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Szóval nem tudom, hogy lesz a pénzem. Bocs. Jaj, nem, mert 100 dollárba kerül. Honnan a francból fogok szerezni most 100 dollárt? Jó buli lesz így. Itt elvileg van. Egy csillag, mínusz. És geci, a mentős jut el. Ott van pénz, legyen benne 50-es. Ott van pénz. És nem is kevés. Jó. Szaladj. Szaladj már. Szállj be, és most megyünk a fény... Nem, nem megyünk a fényezőbe. Azaz, most sikerülni fog. Úristen, mi történik itt? Tehát a világ összes rendőre itt van a seggemben. Van egy darabban eljutok a fényezőbe. Könyörgöm, légy szíves. És igen. Hú. Köszi. Ez azért így meredek volt, nem is kicsit. Na jó, most már nyugalom van. Akkor elmegyünk most Philhez.
Közben az összes autó kijön elém. És megtisztítjuk itt valahol a házat, ami egyébként majd azt hiszem a miénk lesz, de nem vagyok benne biztos. Úristen, milyen hangja van ennek a motornak. Mik ezek a hangok? Egyébként aki ismeri a játékot, annak ismerős lesz Phil. Tehát Vice City-ben ő volt az, aki lerobbantotta a kezét. Most Phil itt még fiatal. Jerry told me about you. Hey, I used to be in the service. Yeah, listen. He said you'd have some money for me. Sure, sure. Well, I ain't a bank. I don't have it on me. But I'll take you to it. No. Egyébként Phil az rendszeresen matrészeg lesz. Meg kéne keresni amúgy, hogy mi a duda. Ez a kézifék. Ez semmi. Fogalmam sincs, hogy mivel lehetne dudálni. Kösz már, hogy kijössz. Na, még jó, hogy nem kell messzire menni, itt megállunk. Úgy inni. I've been having trouble with them Cholo boys. Some of them have Cholo boys. A banda. Gangbangers, bad boys. És mexikóiak. Look, where's the money, Phil? Yeah, well, funny thing, you see, it's like this. It's under the floorboards of my old place, but the Cholo evicted me and now I can't get to it. I'll get to it. Sose értem meg, hogy miért jó jobb odan beülni és átszállni, úgy jobb oldalra átkúszni. Na. Van shotting, igen, mert beültünk egy rendőrautóba. Jó, elfogytak. Ezért akartam ezt a fegyvert elhozni magammal. Hú, ezek is itt cuccoznak elég rendesen. Ennyi? Ez nem lesz a mi házunk, innen csak valami cuccot kell elvinni már megint. Ja, pénzt! Ja, hogy közben engem köröznek? Jó van, azt nem is figyeltem, hogy van rajtam két csillag. Hát akkor két csillag. Ja igen, mert szerintem motorról a rendőrt lőttem le. De ebben van már motoros rendőr is. Várj, igen. Így, de szép volt. Jaj, de... Kicsúszott. Nem, nem szabad bántani. Ez egy jó autó, azt ne lőjétek. Mert az is rossz dolog, meg csúnya... Fuj! Rossz dolog, hogy összetörtem ennyire. Tehát így az egyik kedvenc autóm a Vice City-ben. Meg még a San Andreasban is. Mert még abban is benne volt. Sőt, úgy rémlik, hogy a Vice City-ben is van. Vagy Vice City-ben már GTA 5-ben. Mindegy. Martineznek elviszik a pénzt, nem tudom nekem mennyit fog belőle adni. Remélem a felét minimum. És így 100 dollárt. Azzal jó ki lettem segítve. Kerüljek bajba, bla bla bla. Én ezt elmentem most viszont. Van mentésem egyébként? Van. Rámentem. Igen, felülírom. Még jó, hogy az emulátor magyar. Igen. Lehet kamerát váltani, arra már rájöttem. De várjál. Van ez a kamera, meg ez a nagyon közeli, ez a távoli. Nekem ez a közeli, ez a
pont a középső kamera kell. Mindig ezt szerettem. Bocs. Véletlen volt. Meg véletlen pont arra fordultam, amerre ugrottatok. Erre a küldetésre viszont nem emlékszem. Azaz, nézd a parlát. Poresz! No, no one's ever mentioned that before. Oh my, look at that! Hey, is that legal? Can animals give consent? I don't know, listen. Úristen, animal pornót néz. What weed? I'm sitting with you, come on, having fun! Rock and roll! Oh, would you fucking relax, my friend? Look, I'm not some idiot that you can just... I never called you an idiot. Oh, shh, shh. Look at that. Disznóval meg lóval, úristen, milyen beteg állat volt az, aki ezt... Ja, Candy, hát... Hát Candy az bevállalt mindent már a Vice City-ben is. I'm joking, come on, this is the army, not the navy, huh? Listen, man, I need a broad, huh? Oh, I need Mary. Mary, yeah. Mary, Mary, quite contrary. Oh, come on, man, I need a favor. I need you to collect your pot, dude. Sure, I'll go get that from your quarters. Szívességgel már neki megint. Me, okay? She's over at Vice Port. Oh, and go see Phil again. He says something about a gift for you. I don't trust you, Martinez. Hey, that is not appropriate way benne. To speak to a superior officer. Get on with it, come on. The reefer is under my bed. Oh, genius. Great hiding place. What are you, 15? Hurry up. Oh, hey, and tell Mary I love her. Fucking idiot. Oh. Úristen. Most Mary-t el kell neki hozni. Hozzuk akkor el neki Mary-t. Várja, ez a hülye patka mindig megdob, erre figyelni kéne. Lassan. Ja, most akkor még el kell menni Philhez, ő ad nekünk valamit. És majd csak utána kell elmenni a csajért. Jó. Easy, itt óvatosan, nehogy a vízbe essünk. Bár nem mintha jelentősége lenne neki, mert úszni azt tudunk. Egyébként, várja, nem is tudom melyik volt előbb. Ez, vagy a San Andreas. Tehát lehet, hogy ez volt az első olyan GT, amiben lehetett úszni. De ebben nem vagyok biztos. Vagy ez volt, vagy a Vice City. Vagy... Tehát vagy ez volt az első olyan GT, amiben lehetett úszni, vagy a San Andreas. Szóval azt nem tudom, hogy a Liberty City Stories-ban lehet-e úszni, és hogy melyik jelent meg előbb. Na, megjöttünk. Ez lesz a házunk most. Egy ideig. És egy autót fog nekünk. Egy csajozós autót kapunk. Don't worry, it's non-traceable. Don't worry. Man, I'm getting too deep into this shit. És ha emlékeim nem csalnak, akkor Mary ott van Viceporton, ahol Diaznak a villája van, azzal szemben. A faszt. Do you know Mary? If you want Mary, she's at a party up on Starfish. I'm heading over there myself. You can give me a lift. Igen. Tehát most kell elvinni a partira, ami a Starfish Islanden van. És Rittik, hogy látta egy rendőr. I'm Mona, no. By the way. If there's anything I can do for you, or to you, just let me know.
Tehát a Starfish Islanden van a buli, és ott van Diaznak a villája. Jó, majd látszik a régi GTA-ztam, legalábbis a Vice City-vel. Rég játszottam. De az emlékek újra, újra és újra. Várj, itt el kellett volna fordulni. Itt a buli. Thanks for the ride, rugged fella. Maybe I can pay you back in kind later? I just need to find Mary. Sure, she's right over there. Are you Mary? Come on, let's go. Hey, we paid for her. Valakinek nem tetszik, hogy el akarom vinni a csajt a buliról. Come on, let's get this low-life nobody and teach this bitch a lesson too. Step off. I don't profess. Go stay calm. Na. Tehát rendet raktunk. Én viszont ezt az autót elviszem. Égyenni. Rádió off. Igen, a rádió az ki van kapcsolva, mert csupa és tele van szerzőjogos zenével a játék. És nem akarom, hogy a YouTube megbüntessen érte. Igen, Martinez küldött, most elviszlek hozzá, hogy bulizzatok egy jót. És persze összetöröm az autót. Várjál, hol tudok átmenni a hídon? Tehát itt valahol, ja itt a híd. Igen, néha úgy vezetek, mint egy, nem tudom. Mint egy seggfej. Na mindegy. Ezt a hidat kerestem. És itt van szemben jobb oldalt katonaság, és akkor szépen oda viszük a lányt a főnöknek. Egyébként meglepően jól fut a játék így emulátoron. Corporal Vance, would you care to explain why there's marijuana hidden under your bed? And who the Sam Hill is this? Hey, buddy. Listen, I charge more for groups. You brought a whore onto the base? Have you no shame, boy? Are you a moron? Is that it? Drugs, whores, you're out of here, soldier. You're a disgrace. Most léptünk ki a katonaságtól. Tehát a drogok meg a kurvák miatt így kirúgtak minket, tehát így a Martinez csőbe húzott minket, átvágott, stb. És innentől kezdve elindul a bosszú hadjárat. És így itt egy robogó. És vissza kell menni Philnek a régi házához, amit mondtam, hogy egyébként a mi házunk lesz. Ott elmentem, és akkor ott lesz a lakosztályunk. Szerintem, hogyha elmentem oda, akkor viszont be is fejezzük ezt a részt, mert de igen, csak fél óra. Milyen hangja volt neki? Valami értelmes autót is, vagy motort is találhattam volna, mint ez. De semmit nem ér. Easy. Asztorod, ki lehet kapni egy kerékre ezt is? Mindent ki lehet kapni egy kerékre. Ú, ezek a hangok, úristen. Megjött. Bocsánat, megjöttünk. Igen, ott lehet parkolni, vagy tárolni autót, igen. Ezt összes részben elmondod ezt is. Nária, azt mondja, így forgatjuk a kamerát, igen. És hogyha közben nyomom hozzá a gombot, akkor viszont gyorsabb. Aha, jó.
Tehát ezt érdemes megjegyezni, mert nem úgy működik, hogy a jobb stickkel forgatom a kamerát, mert PSP nem volt jobb stick, csak egy bal. Na de akkor, megnézzük így a mentést. Elmentjük, nem új mentést akarok, hanem felülírni az előzőt, így van. És akkor srácok, én elköszönök tőletek. Ennyi lett volna a Vice City Stories-nak a végijátszásának az első része. Valamikor jövök a másodikkal, nem tudom, hogy még mikor. Folytatom majd még a Dark Souls-t is, folytatom ezt is. A retro sorozat is halad szépen lassan, ugye a heti egy rész. Tehát most már azért viszonylag, meg ugye a player is szokott felkerülni, ugye player anus. És szerintem most már így eléggé változatos a tartalom a csatornán. Tehát nem olyan egyhangú, hogy minden nap Dark Souls van, aztán kész. Úgyhogy lehet, hogy még ezen kívül elindítok még egy végigjátszást, hogy még színesebb, még változatosabb legyen felhozatal, úgyhogy ezen még töröm a fejem egy picit. Na, én Pisti voltam, ez a Vice City Stories első része, és legközelebb találkozunk egy másik videóban. Sziasztok!